Egy nagyon komoly, magas rangú delegációnak adhatunk otthont. Laosz miniszterelnök helyettese, a laoszi mezőgazdasági miniszter és a laoszi mezőgazdasági miniszter helyettes látogat Magyarországra, hogy kétoldalú tárgyalások folytatódjanak a magyar állam és a laoszi állam között különböző agráriumot érintő projekt beruházások tekintetében. Ebben a Vitafort most már mondhatom, hogy történelmi jelentőségű, hiszen az elmúlt 6-7 évben a Vitafort komoly beruházásokat hajtott végre ezen a nagyon távoli országba, ahol is takarmánykeverő üzemeket, halastavakat, vágóhidat, sertésvágóhidat épített, és ennek a programnak várjuk a folytatását. Erről folynak tárgyalások az elkövetkező napokban. Mi a program? Tehát most ide látogatott ugye a delegáció, már megtekintették az üzemet, de mi a további program, miről fognak tárgyalni? Ennek a programnak az alapja az élelmiszerbiztonság és higiénia és a nyomon követhetőség. Tehát Laosz felismerte azt, hogy nem akar abban a cipőbe járni, mint Kína 15-20 évvel ezelőtt, tehát a megtermelt élelmiszert biztonságosan, nyomon követhetően szeretné megtenni, és ennek érdekében azt gondoljuk, és sőt tudjuk, hogy Magyarországon van mit tanulniuk, ezt próbáljuk meg átadni, úgyhogy a program ebből adódóan az egész élelmiszerbiztonsági láncnak a megtekintése. Ez azt jelenti, hogy növénytermesztést néznek, ezek után a mai napon takarmánykeverőt néznek, a későbbiekben vágóhidra fognak ellátogatni, majd laboratóriumokba, hiszen a Vitafortnak majd ebbe a programba, hogyha megvalósul, az lesz a célja, hogy az egész élelmiszerbiztonsági láncot nyomon követve építsen ki Laoszban egy ilyen rendszert. Ez egy nagyon-nagyon komplex és hosszú távú folyamat, ami több évet, hosszú éveket fog igénybe venni. Történt már korábban egy látogatás, egy laoszi delegáció már érkezett. Ez a mai alkalom, ez a mostani érkezés, ez ennek a folytatása? Hát így van, nagyon, nagyon kellemes a helyzetünk, hiszen a mai laoszi kormányban nagyon sok kormánytag Magyarországon végzett 20-25 évvel ezelőtt, és mindig elmondom, hogy a 24. órában vagyunk, hiszen ezek a kollégák most már azért 55-60 évesek, a 80-as évek közepén, jogi egyetemen, agráregyetemen, közgazdaságtudományi egyetemen végeztek, komoly szakemberek lettek, és ilyen szempontból van kötődésük Magyarországhoz. Hát ezt próbáljuk mi most kihasználni. Mik a jövőbeni célok? Hát egyértelműen az, hogy ezeket a beruházásokat nem csak véghez vinni Laoszba, hanem egy szoros szakmai kapcsolatot kialakítani, nem csak egyszer szeretnénk felépíteni valamit, vagy egy terméket eladni, hanem hosszú távú szolgáltatási rendszert, és én azt gondolom, hogy ez nagyszerűen beleillik a jelenlegi kormány keleti nyitás politikájába, hiszen Laosz számunkra azért szimpatikus, mert nem egy Vietnám, aki 100 millió lakossal bír, nem egy Kína vagy egy India, hanem egy ilyen magyar léptékű 7 milliós lakossággal, körülbelül azonos piaccal. Hát ezért próbálunk mi emberléptékűekbe, de haladni előre. Mit jelent mindez a Vitafort számára? Hát természetesen, hogyha ez a program megvalósul, akkor az elkövetkező 2-3 évben ez fejlődés adhat a cégünknek is, hiszen nagyon sok szakemberünk fog Laoszba utazni, nagyon sok mérnök kollégánk fog tervezni, és nagyon sok technológusunk fog majd gépeket gyártani, és ezt beépíteni Laoszban.